2020. június 4-én van a trianoni békeszerződés 100. évfordulója. 1920. június 4-én írták alá a Versailles nagy trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés volt. Többek között az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság új határait. Ez a Mi lenne a következő része, és nézzük meg, mi történne, ha Nagy Magyarország újra megalakulna. Nagy Magyarország területe 325 ezer négyzetkilométer lenne, a 71 megyével kibővülve. Európai államok közül területét nézve a 10. helyre kúszna fel, Lengyelország mögé. A legnagyobb veszteség ugye Szlovákiát érné, elvesztené a teljes területét, valamint a másik nagy szenvedő, értelemszerűen Románia, 103 ezer négyzetkilométer csatolnának el tőle. Természetesen a fővárosa Budapest maradna. Az öt legnagyobb városa Budapest mellett még Zágráb, Pozsony, Kolozsvár, valamint Temesvár lenne. Ami ugye érdekesség, hogy az országon belül két időzóna jönne létre, mivel Erdélyben már plusz egy órás az eltérés. A régi Magyarország népessége megközelítőleg 27 millió főre bővülne, igen változatos nemzetiségi eloszlással. Európa szinten a lakosságot nézve a 10. helyre kapaszkodna fel, lengyel barátaink mögé. Nyilvánvalóan a magyarok lennének túlnyomó részt 40%-kal, követni őket a román 18%-kal, harmadik helyen a szlovák 16%-kal, a horvátok 9%-kal, végül a kárpátaljai térségből az ukránok 5%-kal. A maradékot ezek a nemzetiségi csoportok alkotnák. A nyelvek eloszlása a népesség százalékos arányához hasonlóan alakulna, szóval hivatalos nyelvet nem lehetne kinevezni, mivel egyik sem lenne többségben. Ebből adódóan akadnának bőven nehézségek az országnak. Az állam GDP-je 425 milliárd dollárra növekedne, és ezzel a 15. helyre ugrana fel Norvégia mögé. Rengeteg megművelhető földterület kerülne vissza régi gazdájához, rajtuk meg annyi legelővel, a faállomány teljes egésze, sóbányák, kőszén és érckészletek, végül a tengerpart számos lehetőséggel. Az egyfőre jutó GDP az hozzávetőlegesen 16 ezer dollár lenne, amely 5 millió forintot jelentene. A katonai haderő körülbelül 200 ezer katonával büszkélkedhetne, amely nagy részét Románia, Magyarország és Szlovákia adná. A globális tűzereje Nagy Magyarországnak a teljesítménymutató alapján a 66. helyet foglalná el világszinten. A katonai költségvetése 1,5 milliárd dollár lenne. Pillantsunk rá a vallások elosztására. A katolikusok állnának a dobogó legtetején 38%-kal, a második helyen az ortodoxok 24%-kal, ismeretlen vallásúak 13%-kal a harmadik helyen, valamint 10%-kal lennének azok, akik semmiféle vallást nem gyakorolnának. A maradékot pedig itt láthatjátok. Vajon képes lenne Magyarország fennmaradni és működni ennyi nemzetiséggel az ország határain belül? Ha esetleg érdekel, hogyan alakulna hazánk sorsa, ha egyesülnének a visegrádi négyek, akkor tekints meg azt a videónkat is. Végül, ha tetszett a videó és nem akarsz lemaradni az ehhez hasonló tartalmakról, iratkozz fel a csatornánkra, vagy nézz körül a többi videóink között, valamint ha vannak ehhez hasonló kérdéseid, írd le a komment szekcióba.